Hát hello! A világon a legkedvencebb helyemen tartózkodom, a reptéren, most kifejezetten izgalmas. Ez az oka, miért itt vagyunk. Túlzás nélkül mondom azt, hiszen életem legizgalmasabb utazására megyek. Úristen, na jó! És kezdjük az elejétől. Tehát egy kontinens, ahol én még soha-soha nem voltam, de már évek óta, hanem egy évtizede a bakancslistám legtetején áll az Ázsia. Egyszer voltam Isztambulnak az ázsiai oldalán, de azért azt szerintem még nem számít, meg még eléggé fiatal voltam, szóval ázsiai országot még nem igazán tapasztaltam meg soha. És az a helyzet, hogy a húgom egy évre kiköltözött Szöulba, Koreába, ugyanis a tanulmányainak egy évét ott végzi, és meglátogatjuk utitársam Márk. Olyan hihetetlenül izgatott vagyok, hogy ezt tényleg nem tudom szavakba önteni. Most van jelenleg 8 óra, másfél óra múlva megy a gépünk, Korean Air-rel fogunk repülni, és imádom a hosszú repülőutakat. Imádom, imádom, hogy ott adnak kaját, mert ez nem egy fapados járat, ezért mégsem fapados élmény. Hozhatunk bőröndöt, mind a ketten egy-egy óriás bőrönde jövünk, ami azért különleges, mert mi magunktól soha nem adunk ki pénzt extra csomagra meg podgyászra. A múltkor 11 napon keresztül voltunk Spanyolországban egy hátizsákkal, és most ugyanúgy 11 napra megyünk, de lesz egy 20 kilós bőrönünk és plusz hátizsákunk. Ebből az egész költáramat elhoztam, hogy jó outfiteket tudjak kitalálni. Egyébként ennek az utazásnak a tervezgetése már hónapokkal ezelőtt elkezdődött, azóta nagyon beleástam magam a dolgokba, kinéztük, hogy miket szeretnénk, és szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon király úti tervet találtunk ki. És hát mindenképpen el szeretnének hozni titeket magammal. Egész utazásomat végigkövethetitek TikTokon is, Instagramon is, tehát mindenképpen kövessetek be ezeken a platformokon, hogyha ez érdekel titeket. És hát kezdjük is el! Ahogy számítottam rá, óriási ez a gép. Mi a leghátsó szárnyban vagyunk, és foglaltunk előre helyet, mert úgy voltunk vele, hogy egy 12 órás gépet, azt nem bízzuk a véletlenre, hogy ne üljünk egymás mellett. Egy hármasnak a két szélén vagyunk, sajnos most ültem mellénk egy harmadik ember, ami semmi gond, de nyilván jobb lenne nem. Viszont kaptunk egy-két dolgot, amikor nem fogom eldobni az agyam azért, mert eszméletlen drágák ezek a repjegyek. Kelet-európai vagyok, imádom az ingyen cuccokat, szóval kaptunk egy üveg mentes vizet. Kaptunk még egy párnát. Kaptunk egy fülhallgatót, hogy lehessen filmet nézni majd a tévéről. Jaj, na ez, ami miatt mindig nagyon hálás vagyok, ha van takaró. Ez mennyire jó bebúrkolózni egy takaróval. Ez ilyen lepedő anyagú egy picit, de rajta, ezt nem akarom tartani emlékbe. Rajta van, hogy Korean Air. Meg közben óriási betűkkel rá van nyomtatva, hogy ellopni tilos, amit én lehet, vagy lehet, hogy nem, már csak otthon olvastam el. Na és ez mi? Papucs! Hát én akkor leveszem a cipőmet. Kaptunk még egy fogkefét és fogkrémet, ami egyébként zseniális, mert én nem bírok mondjuk úgy elaludni, hogy nem mossam fogat, és igazából este van. Most a kettővel mellettünk lévő bácsi, ő is átvette a cipőjét papucsra, aminek nem utálok semmit, se jó nem, mert tud. De szeretek annyira cipőben lenni, szóval az, hogy átvettem kis mamuszra, ez zseniális. Mindenki elfoglalja a helyét, aztán nem sokára indulunk órába. Közben egyébként azt próbáltuk kitalálni, hogy melyik ázsiai írásjel, melyik ázsiai országot jelöli. Az én tippem az, hogy Korea, Kína és Japán. A Márka azt mondta, hogy Korea, Japán és Kína. Mit is mondtál erre? Angol. Ha valaki tudja, akkor írja meg, hogy melyikünknek lett igaza. Imádom, hogy miközben elmondják a fontos információkat, ilyen K-pop dalbetétek vannak. És semmi nem látszik, és szállunk fel! Most nézzük az Everything Everywhere All at Once, amit már nagyon régóta meg szeretnék nézni. Viszont megérkezett a kaja, én valamilyen vega fogást kaptam. Ez különböző zöldségek, salátaszerűség, van pufi rizs, margarin, olívaolaj, narancslé, gyümölcsök, és ez pedig, mindjárt megnézzük, hogy mi. Rizs különböző ázsiai zöldségekkel. Közben a Márk bibimbapot kapott, és elmagyarázta a nagyon-nagyon kedves stewardess, hogy ezt a forró rizst bele kell önteni a zöldségek és darált hús közé. Jajaj! Ez a narancslé nagyon jól esik. A Márka bibimbapjához kapott ilyen gochugan szószt, ami ez a koreai pikáns szósz, és ő amúgy sem egy nagy pikáns fan, szóval az én rizsembe is raktam egy kicsit. Ez pedig valamilyen kamu hús. Van ilyen kis pikáns uborkánk.
kevesebb van, 1 óra 59 perc van a leszállásig, és közben megkaptuk a reggelinket, ami számomra nagyon különleges. Valamiféle pirított rizstiszta zöldségekkel, aminek kicsit ilyen pattájos beütése van. Gyümölcsök, margarin, narancslé, és kértem hozzá még egyszer a narancslevet, és megint egy puffi rizs. Fincsa! Szállunk le. Kinéztem az ablakon, és megláttam olyan tájakat, amiket még nem láttam soha, és így realizáltam, hogy most egy teljesen új földrészen vagyok, és ez annyira, annyira izgalmas, hogy ez hihetetlen. Nagyon boldog vagyok, és nagyon izgatott. Még át kell mennünk a vízum procedúrán, szóval még bármelyik percben kitoloncolhatnak minket innen, de most már legalább a szárazföldön megyünk, és szurkoljatok, hogy minden rendben menjen a vízummal. Na, bőröndök megvannak, a márk is megvan, de csak épp hogy. Az a kis incidens történt, hogy ugye kérték az új lenyomatunkat, és lefotóztak minket, és ezzel megnézték a vízumunkat, útlevelünket, vagy mit tudom én, és a márknál nem működött az új lenyomat leolvasó. És én már rég végeztem, és csak így hallgatóztam a márkén, és még please scan your index finger, és ez már ilyen ezerszer, és utána azt mondta neki a nő, hogy jó, próbáljuk meg utoljára. Gondolom, mennyire állt meg a szíved, amikor ezt mondta? Nem állt, mindegy, és amikor utoljára szkennelte, akkor sikerült. És most a húgomat keressük, aki valahol a metró megállónál lesz, és indulunk be a városba. Hihetetlen. Na, elvileg ez a tömegközlekedési kártyánk. Ez annyira cuki. Először van egy ilyen kis dísz. Itt van. Ne. Egy térkép. Mindenhol ázsiai kaja. Biztonság, ez nagyon durva. Igen. Csillagott a mozgóreccsen a korlát. Első alkalom, hogy kilépünk Szöul utcájára. És rögtön egy Samsung. Úristen! Úgy van egy kis, most ez az utcának kis ilyen New York hangulata számomra. Jaj, de jó! Are there any rules? This is how you open it, right? Yeah. Yeah. Oh, yeah. Oops. Now you start pulling. But no. Okay. Yes. Oh. Wow. Why did you break it? Yeah. What did you do? I just couldn't find the filling, so I was like, where is it? Úristen, ez itt egy rámen, ez jó, ami tudom, hogy japán kaja, nem pedig koreai, de a rámen az egyik legkedvencebb kajám a világon. Majom, rajta, elme pedig a teknős. Szóval a szarukame az a teknősen ülő majom. Vagy teknős majom. Na szóval nem titkolt célom az, hogy amíg itt vagyunk, mindenféle kaját megkóstoljak, ami ázsiai jellegű. A legabszurdabb, szürreálisabb dolog történt. Ja, egyébként azóta nem is tudom, hogy update-eltelek-e titeket, hazamentünk lezuhanyozni, kicsit elkészülni, és most itt sétálunk Hongdae negyedben, ami egy elég fiatalos negyed, nagyon pezsgő, annyi impulzus ér, és mondta húgom, hogy ez még semmi konkrétan. Na és az a durva dolog történt, hogy kb. Egy órája vagyunk kint az utcán, sétálgattunk ilyenek, és oda jött hozzám egy magyar lány, hogy ismer YouTube-ról, ami számomra azért szürreális, mert ez Rómában is szökő évben egyszer szokott megtörténni, hogy valaki oda jön, pedig Rómába azért sok magyar turista jár, de szerintem összesen maximum ötször történt ilyen két év alatt, hogy ott valaki megismert, és itt Koreában az első órában oda jött valaki, ami számomra most teljesen szürreális volt, és így letaglózott, hogy mi a franc, de egyébként nagyon cuki volt, akivel találkoztam, és beszélgettünk egy kicsit, és hát most itt vannak ilyen utcai táncosok, szóval azt megnézzük. I just killed. Shot someone? Pontosan annyi. Első reggeli. Szóval jó reggelt kívánok, első egész napunk és a Dél-Koreában. Annyira-annyira cuki, hogy a húgomék lakásához van egy ilyen külön bejáratuk, és alatta kitettek egy asztalt meg székeket, és elvileg nagyon biztonságos, tényleg
az nekem a baromi meglepő, hogy ez egy eszméletlenül nyüzsgő város, és ő tök közel lakik a nyüzsgéshez, egy ilyen 15 percre, viszont ahol lakik, az egy eszméletlenül kis nyugis környéken van, ahol csak pici házak vannak, tehát tényleg max. Ilyen két emeletes, főleg inkább lakóházak, és olyan csöndes és olyan nyugodt, mintha egy faluban lennénk kb. És akkor kiraktak egy asztalt meg székeket, és ott szoktak mindig kint reggelizni, kávézni, laptopozni, konkrétan az utcán, és azt mondta, hogy olyan hihetetlenül biztonságos ez a város. Ha elmegy mosdóba, meg ilyenek, kint hagyja a laptopját az utcán, kb. Egész nap nyitva van az ajtójuk, úgyhogy soha nem történik semmi, soha nem loptak semmit. Ja, meg elvileg ilyen nulla hajléktalan van az egész város. Tehát most Jongno-dong negyedbe megyünk, ott föl lehet venni tradicionális koreai ruhákat, amit nagyon ki szeretnék próbálni, és elvileg ez nem számít cultural appropriationnek, hanem ők örülnek, hogyha megtiszteled az ő kultúrájukat annyival azzal, hogy fel szeretnél öltözni, meg ilyesmi. A hugoméknak például a koreai nyelv és kultúra órájuknál kötelező volt beöltözni ezekbe a ruhákba. Klasszikus irányba mentem, a márk meg szürke. Háromféle rang van, vagy ilyen cseléd, vagy király, vagy herceg. És azt végül nem tudjuk, hogy a márk az melyik rangot kapta, de jól néz ki, az biztos. Ebédelni egy ilyen kis nagyon cuki eldugott koreai helyre. Mutatom, hogy miket eszünk. Kimchi, ilyen káposztás köret, ami csípős. Szója szósz, amiben mártogatjuk a dolgokat. Ez itt egy seafood pancake. Bajong, ami tengeri gyümölcsei dolgokkal van teletöltve. Nagyon-nagyon finom. Ez egy stir fry marhával. Az ott egy zöldséges bajong, sejem tofu fűszerezve. Ez fogalmam sincs, hogy mi ezeket nem tudjuk, hogy mi pontosan. És hozzá makabét iszunk. Makabét. Makoli. Mi szóval nincsen? Hájszit ugye. Hájszit oké. Kaptunk rizst, és valamilyen stewt, ami még konkrétan gőzölög. És makolit, ami rizsbor. Pancake. Belemártogatjuk a szójaszószba. Mi a rizsbe? Inkább mondom, hogy ez a kedvencem szerintem, ez nagyon jó. Még nem ítéltem meg, hogy ez tészta, a zöldség. Ez valami zöldség szerintem. Ilyen csalamádé-szerű. Na ez valamilyen tofus pörkölt-szerűség. Amúgy ez nem egy ízorgia, szóval ehhez szerintem azért még egy kis szójaszósz lehet adni, de amúgy fincsi. Meg ennek szerintem finom ez, de annyira ilyen romlott tej. Igen. Nagyon nehezen tudok elvonatkoztatni. Ki nem eszi meg a kimcsit, az nem mert kimcsi. Feljöttünk egyet kávézni, és ez egy ilyen poop kávé, ahol kis WC csészékből kapod az italt, és minden ilyen poop és WC tematikájú. Az a probléma, hogy mivel mi jeges dolgokat kértünk, ezért nekünk nem WC-be adták, ami egy picit fajnyil, de pont itt van egy tökéletes példány, így nézett volna ki amúgy. Kinda cute. De a miénk az ilyen. Basically, you can keep outside 1 month, freeze inside 3 months, no problem. So bring back, take your home, Saudi Arabia. Betelt a kamerámnak a memóriája, szóval telós vloggal folytatom, és itt vagyunk az Ixodok Hanok Village-ben, ami tulajdonképpen olyan, itt egy kis sín, régi tradicionális kis házak, amik át lettek alakítva kávézókká, éttermekké, boltokká, és nagyon különleges, és annyiféle dolog van itt. Itt például egy kis sín.
egyébként így néz ki a végeredmény. Az egy picit hidegzóny volt számomra, hogy én banja vagyok, vagy egy kicsit úgy néz ki, de egyébként szerintem cuki. Érkeztünk a lehető legeslegjobb időszakban Koreában, mert május végén lesz Buddha születésnapja, és Koreáról azt kell tudni, hogy a populáció egy része buddhista, egy része keresztény. Mivel Buddha születésnapja már közeledik, ezért az egész város fel volt díszítve különböző lampionokkal, és elmentünk az egyik híres buddhista templomba, ami teljesen ki volt rakva lampionokkal, és olyan gyönyörű volt, és egy buddhista misébe is belebotlottunk, ami szintén egy nagyon érdekes élmény volt. Ennyi is lett volna ez a mai videó az utazásról és az első egész napról. Mostantól brutál tempóban érkeznek a további vlogok, remélem tetszett nektek és a többit is élvezni fogjátok. TikTokon és Instagramon, ahogy mondtam, még többet megtudhattok az utazásomról, hogyha ez esetleg érdekel titeket, és találkozunk a következőben! Ezt a sinyomnak, azt hiszed zöld vagy, meg a mi szerkemény, a föld lepotyognak.